az országos rendőrfőkapitány úrral, a főkapitány helyettesekkel és két megyei rendőrfőkapitányság vezetésével szemlét tartottunk a határon. A szemle célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a kollégáink megfelelő módon vannak ellátva, megfelelő módon vannak felkészítve a feladatra, és megfelelő az ellátásuk, megfelelő az a technikai támogatás, amely a feladat ellátásához szükséges. Megállapítottuk, hogy a kollégáink felkészítése megfelelő volt a parancsnokok részéről, jó minőségben történik meg az ellátásuk, ruházatuk hibátlan, a szolgálat ellátásához megfelelő a személyi és a tárgyi feltétel. A másik feladata az volt a szemlének, hogy megnézzük azokat a technikai eszközöket, amelyeket telepítettünk, hogy megfelelő-e arra, hogy egy nagyobb illegális migrációs nyomásnak is ellen tudjon állni. A kerítés állapota, amelyet a korábbi időszakban telepítettünk, megfelelő, de ez kiegészítésre került olyan eszközrendszerrel, amely vizuálisan képes a tájékoztatást megadni, hogy mi várható Szerbia irányából. Ezt egy központba vezetjük be, amely központ több kamerával, több fényvetővel, több éjszakai és hő kamerával is el van látva, és ennek megfelelően pontos információt tud adni a kollégáknak, hogy mi várható Szerbia irányából. A rendszer önmagában egyenként működik, azonban összehangolt működésére még további erőfeszítéseket kell tenni. Ezen kívül megtekintettünk egy újfajta kerítésrendszert, amelynek felállításáról a kormánynak kell döntenie. Ennek a kerítésrendszernek a műszaki paramétereiről, költségeiről, felállítási időszakáról a kormány tájékoztatni fogom, hogy a megfelelő döntést meg tudja hozni. Mindezt figyelembe véve úgy gondolom, hogy a jelenlegi migrációs terheket, mind a technikai eszközök, mind a kollégáink megfelelő módon tudják kezelni, és amennyiben nagyobb migrációs nyomás érkezik, akkor az új technikák felhasználásával, bevetésével bízom abba, hogy ugyanilyen színvonalon el fogják tudni látni a feladatukat. Körülbelül összefoglalva ez volt a mai feladatunk, és külön szeretnék gratulálni annoknak a parancsnokoknak, akik megszervezték a kollégáknak a vezénylési rendjét, és külön köszönöm az ide vezényelt kollégáknak azt a pontos, precíz feladatellátást, amely lehetővé teszi azt, hogy az ország belsejében, az Európai Unió belsejében, Magyarországon keresztül illegális migránsok ne érkezzenek.